Eufória vagy gyász? Hogyan éli meg az egyén és a társadalmi közösség a választási győzelmet vagy vereséget? A 2022-es országgyűlési választások utóhatásainak, valamint a választási győzelem, illetve vesztesség reakcióinak társadalompolitikai, szociológiai és politikai-pszichológiai hatásairól tartott előadást a felmerülő kérdések megválaszolása mellett többek között Hall Melinda, klinikai szakpszichológus, a Matthias Corvinus Kollégium Mintzer Pszichológiai Iskola test- és lélekműhely vezetője. Nagyon nehéz most azt mondani, hogy tényleg ez egy egyértelmű eufória, vagy egy egyértelmű gyász folyamat, hiszen mind a kettő alapvetően megjelenik. A választások eredménye is azt mutatja, hogy többen jobban vannak, tehát az eufória az, ami inkább a többségi társadalmat jellemzi, vagy inkább fogalmazhatjuk úgy, hogy többen örülnek annak, hogy mi történt a választások kimenetelében. Viszont van egy réteg, akikkel szintén kell foglalkoznunk, és nem feltétlenül vannak kevesen, akik mindezt veszteségként, gyászfolyamatként élik meg, ami most zajlott a választáson. És ilyen szempontból velük is egészségügyileg, pszichológiailag, pszichiátriai szempontok szerint igenis kell foglalkoznunk, kell dolgoznunk. Én azt gondolom, hogy a legjobb megoldás erre talán az, hogy igenis annak a feldolgozásnak meg kell történnie, mindegy öröm, mámor esetében, mint pedig egy veszteségfeldolgozás esetében. Tehát a tudatosítás és ennek a feldolgozása lesz most a legfontosabb folyamatunk, és ezt követően tudjuk talán egy picit közelebb hozni a polarizálódott egyéneket egymáshoz. A választások óta eltelt másfél hónap alatt mindkét oldalról kerestek fel pszichológusokat az egyének, teszi hozzá a szakpszichológus. Van, aki tényleg úgy kereste fel mondjuk a pszichoterápiás ellátást, hogy most egy új célt tud kitűzni magának, új motivációt, új erőket kapott, viszont ehhez a teljesítményhez kér segítséget. A másik réteg viszont sokkal inkább az, aki azért kér segítséget, hogy a gyász folyamat le tudjon zajlódni, a veszteségfeldolgozás meg tudjon történni. Bizony a krízis vonalainkon is érkezett be olyan hívás, amely a választásokkal kapcsolatos eredmény miatt, vagy elsődlegesen ez volt megjelölve. Azért legtöbb esetben ez nincs így, tehát nem racionális az, hogy kizárólag a választási eredmény hoz mondjuk egy krízist magával. Tehát általában, amikor felfejtjük a problémát, akkor más tényezők is latba esnek, viszont nagyon sokaknak ez egyfajta triggerként jelent meg mondjuk a választási eredmény, és ilyen szempontból tudta felhozni az egyébként lappangó, vagy többnyire lappangó problémát. A másik előadó Hajdú András politológus, az MCC Társadalom és Történelemtudományi Iskola politikatudományi műhelyének kutató tanára társadalompolitikai szempontból világított rá a problémára. Elmondása szerint a választásnak az a lényege, hogy győztest hirdessen. A politikai versenynek hasonlóan az élet más területein zajló versenyhez van egy olyan célja, hogy eldöntse, hogy valamilyen helyzetben, valamilyen időszakra ki nyer felhatalmazást egy adott közösség életének, legfőbb kérdéseinek a szervezésére és irányítására. Ezért természetes az, hogy egy ilyen helyzetnek vannak olyan járulékos következménye is, hogy valaki ezt a helyzetet vereségként, van, aki pedig győzelemként éri meg. Ez hasonló akár ahhoz a helyzethez, hogy a sportban is van olyan, aki örül egy mérkőzés végeredményének, vagy a bajnokságnak a végeredményének, és van olyan, aki pedig azt tragédiaként és hatalmas traumaként éli meg. Ez természetesen az élet számos egyéb területén is felfedezhető. A politika, tudomány és a pszichológia sok területen találkozik, hiszen az Egyesült Államokban a választói magatartásnak, választói viselkedésnek nagyon komoly irodalma, kutatási háttere alakult ki az elmúlt évszázadban, mondja a politológus. Hiszen az egyik fő kérdése a modern politika tudománynak az, hogy miként lehet a választók viselkedését megismerni, és természetesen mi a politikáról beszélünk. Ez nem csupán egy öncélú megismerése, feltárása a választók gondolkodásának, hanem ennek az ismeretnek a birtokában a választók gondolkodásának a befolyásolása is egy célja a politikai szereplőknek, hiszen nem nagyon sok olyan metszete lesz a beszélgetésünknek, ahol a két terület és a két irányzat találkozni fog. A szakemberekkel történő beszélgetést a Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Képzési Központjában tartották.